Folytatódik az Egyenlítő itt az Ózon TV-n, és itt vagyunk a fűvészkertben, méghozzá a Pálmaházban. A házigazdánk pedig dr. Orlóczi László, az ELTE fűvészkert igazgatója, akivel nyugodtan mondhatom, hogy itt vagyunk a szívében a fűvészkertnek, ugye? Igen, pontosan. Ez az épület, ez a Pálmaház a kert egyik legidősebb építménye. Kicsit idősebb ennél a kastély épületünk, de hát ugye az nem kertészeti célból épült, tehát nem a fűvészkertnek épült. Kicsit a fűvészkerttel kezdjük, aztán természetesen áttérünk majd itt a csodálatos növényekre a Pálmaházban. Maga a fűvészkert ötlete az mikor keletkezett, vagy mikor indult az egész fűvészkerti karrierje? Hát attól függ, a magyarországi fűvészkerti karrier az 1771-ben, de hát ennél jóval korábban voltak már kertek Európában, már az 1500-as években, például a Pádovai Botanikus Kert az már 1500-as évek közepén létezett. A mi fűvészkertünk az ország első ilyen intézménye, az 1771-ben alapult, az akkori egyetem kertjeként, felvidéki Nagyszombat városában, ott volt az egyetem. És az egyetemnek az egyik tanára, Winter Jakabnak hívták, aki vegytantanár volt, vegytan és orvosprofesszor volt, ő alapította az első kertet, mégpedig olyan módon, hogy a saját kertjét nevezte ki fűvészkertnek, mert hogy szüksége volt egy olyan kertre, ahol azokat a növényeket be tudta mutatni, ami a hallgatóknak kellett az oktatáshoz, tehát gyógyító növények, elsősorban gyógyító növények. Egyébként a fűvészkertek úgy általában, amikor alapultak, mindegyik az első alkalommal azért alapult, mert hogy a gyógyító növényeket kellett bemutatni, és ezért ezeket a kerteket többnyire orvosok vagy orvosprofesszorok alapították. Az első fűvészkert az merre volt, vagy hol volt? Az első az Nagyszombat városában volt, a régi egyetem. Hát nem annak a területén, hanem ott egy telken volt, Nagyszombat városában egy telken, ma már beépítették, tehát ez nem található meg, de onnan nagyon gyorsan elköltözött az egyetem, átköltözött Budára, amikor az egész egyetem Budára költözött, akkor így a kert is, és hát Budán is gyakorlatilag egy telek volt, a Winter Jakabnak a telke volt a fűvészkert, a Vérmező környékén, ma ez a terület már be van építve, ott a templom környékén. És hát onnan is gyorsan el kellett költözni, mert költözött az egyetem, Buda kicsinek bizonyult, és hát ugye Buda az elsősorban ugye nem az egyetem befogadására volt jó, és ezért átköltöztették az egész egyetemet a pesti oldalra, és ott is ugye a mai is látható egyetemtér, és az egyetemtéri a jogépületek, és az ottani templom. Tehát oda költözött a kert is, nem messze az egyetemtértől, hát most úgy mondanák a Ferenciek tere, de nem egészen a Ferenciek terénél volt, egy kicsit visszább, ahol ma az egyetemi könyvtár van. Ott volt a második botanikus kert, illetve a harmadik botanikus kert, ha már szabad így mondani, a harmadik kert, de is itt elég hosszan szerencsére tudott működni, és itt volt az első fénykora is a botanikus kertnek, viszonylag nagy gyűjteménnyel, aztán később az egyetemnek szüksége volt épületekre. És elkezdett építkezni, valamint ott felépült ugye a templom mellett a rendház, ezért az a terület hát már nem volt alkalmas annak, hogy botanikus kert lehessen, és ezért még kiebb költöztette az egyetem, átköltözött a kert a mai Asztóriánál, tehát ahol gyakorlatilag a Trefort kert van, a Múzeum körút és a Kossuth Lajos utca, illetve nem a Kossuth Lajos utca, Rákóczi út sarkára, és ott mai napig is egy tábla örökíti meg az ottani kerti múltat, a Bagolyvár, tehát a Trefort kertben található Bagolyvárnak az oldalában van egy márványtábla, ami azt mondja, hogy valamikor itt volt az a kert, ami már akkor gyakorlatilag a harmadik helyszínén volt, de oda költözött, és ott a Bagolyvár akkor még nem volt, meg azok az épületek sem voltak, és az egész sokáig, és ott gyakorlatilag a második fénykora volt a kertnek, a több mint 10 000-es növénygyűjteménnyel, és hát egy nagyon-nagyon látványos, szép kert lehetett, óriási gyűjteménnyel, és akkor az a kert már nem magán kertnek a ilyen jellegű használata volt, hanem azt a kertet már az egyetem botanikus kertként hozta létre. És ott épültek növényházak, ott nagyon szép fák és bokrok és mindenféle növényzet volt, és jött aztán 1838 a nagypesti árvíz. És gyakorlatilag a nagypesti árvíz elmosta az egész kertet, szinte megsemmisült a kert, összedőltek a növényházak. Van korabeli krónika, erről leírások szerepelnek, ahol le van írva, hogy milyen kár érte a kertet. Hát gyakorlatilag nem maradtak meg. A nagy növények többsége is elpusztult, az ágyásokban levő növények mind elpusztultak, a növényházak összedőltek,
és hát elég romos volt az egész. Majd a pesti árvíz elmúltával elkezdődött az újjáépítkezés, de a kertet érdekes módon akkor az egyetem már nem építette újjá, hanem újbóli költözésen gondolkodott, és hát ez az utolsó nagy költözés az aztán meg is történt 1847-ben, amikor is a József Nádor közbenjárására az egyetem megvásárolhatta, állami pénzből megvásárolhatta azt a területet, ahol most vagyunk, a józsefvárosi területet, ami akkor Festetics birtok volt, 10 hektáros Festetics birtok volt, egy kastéllyal, néhány épülettel és egy szép parkkal. És ezt a szép parkot a kastélyastól mindenestől megvette az egyetem 80 ezer aranyforintért, ami akkor sem volt kevés, tehát ez egy nagyon komoly összeg volt, és itt ezen a területen aztán létrehozta azt a botanikus kertet, azt a fűvészkertet, ami ma is látható. Sajnos nem teljes egészében, mert eredetileg 10 hektáros kert volt, mára ez már csak 3 hektár, mert időközben aztán az 1900-as évek elején az egyetem úgy gondolta, hogy ezen a szép zöld területen építi föl a klinikáit, és ezek a klinikák aztán meg is épültek, és ezáltal a kert területe egyharmadára csökkent. Tehát úgy tetszik, akkor ma a klinikák által ismert épület együttes az. Igen, az a fűvészkert volt, az a fűvészkert, és nagyon érdekes, most mondok egy sztorit, mert ez sztori is ide tartozik, hogy ugye az idei évben az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem és a Semmelweis Orvostudományi Egyetem kötött egymással egy stratégiai megállapodást, és hát elindult egy, úgymond, együtt gondolkodás a jövőről, meg egyáltalán mindenről, és kaptunk egy nagyon-nagyon szép és nagyon megható oklevelet az orvos professzoroktól, ami egy engesztelő okirat címet viseli, és abban az szerepel, hogy ők tudják jól, hogy ez a terület, ami valamikor a fűvészkert volt, és most a klinikák, hát ezt most már ők ugye belakták, de hát ők ezt nagyon röstelik, de hát a történelem ilyen, és a jó szomszédság érdekében, és a jó barátság érdekében hát egy ilyen okiratot közzé tettek. Ez egy nagyon-nagyon szép gesztus volt. Ebben szó szerint gesztus akkor. És nagyon jól mutat ez így most, hogy gyakorlatilag egy egyetem volt valamikor, most két egyetem, de a területen ma már ugye épületek vannak, klinikák vannak, egészen más a funkciója, de attól a történelmi múlt az megmarad. Ha jól számom, akkor legalább 170 éve, akkor most már ezen a területen működik. Igen. A fűvészkert, és itt vagyunk a fűvészkert kellős közepén, a Pálmaházban. A Pálmaház, én, ahogy látszik egyébként, ugye nevéhez méltóan elsősorban a pálmáknak szeretne kedvezni, illetve a trópusi, szubtrópusi növényeknek. Kik laknak itt most? Ez nagyon érdekes, ez a ház, ez 1867-ben épült. Az akkor ilyen jellegű épületek sorában ez az elsők egyike volt, tehát Magyarországon ilyen épület az idáig nem nagyon épült, és érdekessége, hogy egy osztrák építész, aki Eiffel műhelynek bedolgozott, tehát császári, tehát monarchikus építész, aki ezt megtervezte, egyébként Bécsben, a Schönbrunnban, nem a nagy pálmaház, hanem az úgynevezett oranzséria, az hasonló stílusú. Igen. Tehát ez úgy is mondhatnám a nyugati pályaudvar szerkezete, tehát ugyanaz a korszak, ugyanaz az Eiffel vagy Eiffel terv, műhelyből kikerült tervek, és épült meg az első növényház, amely első növényház nem így nézett ki teljesen, mint most, talán az első homlokzat, ami előtt most itt ülünk, vagy ami mögött itt most ülünk, az első homlokzat az, ami megőrizte az eredeti állapotot. Az összes többi része a pálmaháznak már egy kicsit át lett alakítva, köszönhetőleg ugye a világháborús bombázásoknak, amikor is ez az épület szinte teljesen megsemmisült, csak az első homlokzat maradt éppen, és ezért újjá kellett építeni 1960-as évek közepe, 64-67 között, és az átépítés nem csak azt jelentette, hogy az eredeti állapotot hozzák létre, hanem azt, hogy egy kicsit ki is bővítették, mégpedig azért, mert az eredeti tervező, aki tervezte és építette, vagyis az eredeti építtetők ezt az épületet nem pálmaháznak építették, hanem inkább ilyen oranzséria típusú háznak, ami a kettő között nagyon egyszerű a különbség. A pálmaházban mindig benn vannak a növények, vagy legalábbis a növények többsége mindig benn van, mind itt körülöttünk is a kiültetett pálmák, míg az oranzséria jellegű növényházak azok teleltető házak, ami azt jelenti, hogy télen a hideg elől bevitték oda a növényeket, ott átteleltek, nem túl nagy melegben, és utána nyárral, tavasszal megint kivitték őket, tehát nem voltak rákészülve egyre a sötét, viszonylag sötét növényházra, mert ugye is az oranzsériának a teteje sem volt üveg, ahogy ennek a háznak sem volt a teteje üveg, és az oldalfalai, legalábbis az északi falak, azok sem üvegből voltak, csak a déli napra néző oldalak, és ugye hát itt nem érezte volna jól egyetlen növény sem magát. Egy korabeli fényképen lehet ezt nagyon jól látni, még az átépítés előtt, tehát még a háború előtti fényképen, ahol a kiültetett növények mind dőlnek
az üveg fele. Uh-huh. Tehát törekeznek az üveg felé. Tehát ebből látszott, hogy az üvegház nem igazán alkalmas ilyen trópusi növényeknek a megtartására, de hát nem volt jobb. És aztán a háború után az átépítés követően egy Kocsis Iván nevű híres építész építette át, vagy terveztette át ezt az egész házat, és akkor kapott egy magasabb kupolát, illetve kapott oldalhajók is kaptak üvegezett tetőt, illetve a hátsó északi fal is üvegezett ablakokat kapott. Így a növények már sokkal kiegyenlítettebben tudtak nőni, és ami az érdekes és visszatérve, hogy miért itt vannak a pálmák ebben a házban, és miért hívják pálmaháznak, hát ugye a pálmák égig nőnek, vagy azok sem nőnek az égig, ahogy mondja a közmondás, de hát azért mégis közelítenek az éghez. Tehát a pálmafélék azok viszonylag magasra megnövő növények, és ezért ehhez belső tér kell. És itt a belső tér magassága jelen állás szerint 21 méter, tehát itt van azért néhány pálmának helye, hogy nőjön. De ide is tartozik egy érdekes történet, hogy amikor felújítottuk egy 10 éve ezt a növényházat, nagyon rossz állapotban volt már akkorra, akkor néhány növény gyakorlatilag kinőtt az üvegházból. Tehát a tetőn levő üvegezés, ami elég rossz állapotban van, azon keresztül már kint kikandikáltak a szabad térbe, és hát ugye az onnan kiáramló meleg levegő következtében nem fagytak meg, de hát nem volt túl jó hőtechnikailag egy ilyen üvegház, ami a Józsefvárost fűtötte, tehát ilyen értelemben azért ezek a növények is ki tudják nőni a pálmaházat, de most jelen pillanatban még olyan magasságot egyik sem ért el. Azt hogy kérdezem meg, hogy ezek a fák, ezek nőhetnének magasabbra? Jelen pillanatban még nem, de fognak. Királypálma, például itt van két olyan pálma is, ami királypálmának hívnak, az igen gyorsan nő, és hát azért a 21 méternél magasabbra meg tud nőni, tehát van esély, hogy néhány év múlva gondba leszünk. Ugyanis itt az a nagy probléma, hogy ellentétben mondjuk egy gyümölcsfával, vagy egy bármilyen közönségesebb fával, ezeket nem lehet visszavágni. Ugye azokat, ha visszavágjuk az ágait, a koronáját, akkor lejjebb lehet szorítani alacsonyabbra. Itt ezt nem lehet megtenni, ugyanis a fának, a pálmáknak a korona részén van a rügy. És hogyha én ezt levágom, nincs több rügy, ami kihajtson, tehát elpusztul a növény. Többféle pálmát is látok itt azért. Tehát itt láttam banánpálmát, láttam datolyapálmát, ahogy jelezte, királypálma van, itt kisebb pálmák is vannak, aminek bevallom őszintén, még a nevüket sem tudom, de egészen másfajta jellegűek. Hányféle pálmát tartanak itt? Hát közel 100 féle pálma van itt a pálmaházban, nagyon sokféle, tehát a pálmafélék nagyon sokfélék tudnak lenni. Nyilván attól is függ, hogy ugye a világ melyik részéről. Természetesen, attól is függ, hogy a világ melyik részéről, illetve hogy milyen élőhelyen élnek. Hát itt, ha körbenézzünk majd a pálmaházban, lehet látni, hogy vannak olyanok, amik nyújtózkodnak a fény fele, mennek fölfele, és azoknak fölül van a zöld részük, és a törzs az teljesen kopasz. Egyetlen elágazás nincs rajta, egyetlen oldalrügy nincsen rajta, levél sem. Tehát fönt van. Viszont vannak olyan pálmák, amelyek ezeknek az esőerdőknek vagy őserdőknek aljnövényzetei, és ezek nem nőnek nagyra, hanem rövid kis száron hozzák a leveleiket, viszont sarjadzanak, tehát szinte a talajt takarják be. Ezek egészen más típusú, ilyen sarjadzó pálmák. Aztán van egy harmadik körre a pálmáknak, például azok a pálmák, amelyek saját törzset nem is nevelnek igazán, tehát nem tudnak így megnőni, hanem más pálmákra, más növényekre rátámaszkodnak. Kvázi élősködő jellegű? Nem, csak egyszerűen igénybe veszi a támasztékot, és a mellette levő növényre rákapaszkodik, mintha egy kúszó növény lenne, nem az, de rotangpálma például tipikusan ilyen, a törzse vékony, nyúlékony, tehát megnyúlt, és föl tud menni egész magasra, és tüskés, erősen tüskés. És ezekkel a tüskékkel mindenre, mindegy bogáncs rá tud kapaszkodni, és így el tud jutni a fényre, mert ugye a vetélkedés az esőerdőben elsősorban a fényér van. Én itt azt is néztem, hogy van olyan pálma, amely enmagában áll, de vannak olyanok, amin bizony az indák alaposan körbe érték. Nem is akármilyen indák, itt van egy-két olyan pálma, aminek a törzsére indaként a vanília tekeredik rá. És pont ez a lényege, hogy ez mint az eredeti élőhelyen itt mögöttünk, vagy előttem is pont, az egyik pálmának a törzsén egy vanília nő. Jelentéktelen növénynek látszik ilyenkor, mert hogy se virág, sőt a nyakunkba egy csüng egyébként, az is a vanília. Aha. Tehát ugye amikor nem virágzik, mikor a virágja sem túl jelentős a vaníliának, egy egyszerű kis sárgászöld apró orchideavirág, viszont amikor megtermékenyül és megérik a vanília termés, az egy hosszú, éretten szinte sötétbarna, ilyen hüvelyszerű valami, abban vannak a magvak, na ezt szokták leszüretelni, ezt szokták fermentálni, és akkor ebből lesz tulajdonképpen a vanília. Mi, amitől nagyon boldogok voltunk itt a kollégáimmal, az, hogy láttunk érett banánt a fán. Igen.
Sőt, a riport, vagy az operatőr kolléga feje fölött pedig egy kókuszdió csüng, tehát még azt sem elképzelhető, hogy most érik meg, és most fogja hókonyomni. Tehát azért mondom, hogy itt mindenféle teremhet fölülről, jöhet le az áldás. Nem fog lejönni, nem azért mondtam, csak hogy van még olyan is, hogy kókuszdió is terem. Az egyébként ritkán szokott teremni növényházakban a kókuszdió. Annak nagyon sok fény kell. Aha, de többnyire egyébként megteremnek azok a termések, amik megteremnek, többnyire megteremnek. Van egy-két olyan trópusi növény, nem pálmaféle, két olyan trópusi növény, ami nem nagyon szokott itt teremni. Hatalmas fáván ő az eredeti hazájában, például a kenyérfa. A kenyérfának, az Artrocarpus nevű növénynek hatalmas termése van, mint egy dinnye akkora, és ez itt magyar fényviszonyok mellett nem nagyon terem, illetve teremne a szegény, csak olyan hatalmas fává kéne megnőnie, ami viszont nem fér el a üvegházban, tehát ezeknél nincs esély. Ami viszont beérik, elég sok növény beérik, és megtermékenyül, és megérik, ezeknél a termések esetében viszont a beltartalmi élvezeti értéke nem olyan, mint az eredeti. Tehát magyarul nem olyan finom, mint a klasszikus, ugye? Igen. Egy-két kivétel azért van. Például a banánfélék, egy citrusfélék között van olyan, amelyik azért elfogadható minőségű termést hoz, jó ízű termést hoz, de van egy-kettő, például a mangó, ami nem igazán tud beérni itt Magyarországon. Próbálták? Próbáltunk sok mindent, sőt, hát ugye ez úgy működik, hogy magról is lehet ezeket a növényeket nevelni, de hát ugye, mint általában mondjuk az almafélék, vagy a nálunk termesztett gyümölcsféléknél, fajtákat szoktunk termelni, mint a Jonathan és a Starking és egyebek. Vadalmát senki nem ültet a kertjébe, mert az nem annyira jó ízű. Na ugyanígy van a trópusi növényeknél, hogyha elvetek egy trópusi növény magját, mondjuk egy mangónak a magját, abból lesz egy mangó növény, és ha egyáltalán elkezd teremni, hát elég hitvány minőségű termést hoz, ezért inkább olyan növényeket ültettünk, amik nem esítettek. Úgy fajtái ezeknek a trópusi növényeknek, de meg kell, hogy mondjam, hogy fajta ide, fajta oda, olyan minőségű termést nem tudunk elérni itt Magyarországon, mint amilyet az eredeti hazájában. Rengeteg pálmaféle van itt a pálmaházban, de azt is megnéztem, vagy az is feltűnt, hogy az aljnövényzet rendkívül buja, nyilván ezek nem pálmafélék, hanem ez hozzátartozik a környezetükhöz, ugye? Igen, egyrésztről hozzátartozik a környezetükhöz, másrésztről a trópusi esőerdőben vannak aljnövényzetként is haszonnövények. Mondok példát, ilyen a bors. A bors egy liánszerű növény, tehát kúszik, úgy, ahogy a vanília is, fölkúszik más növények törzsén, de hát az gyakorlatilag az aljzatból hajt ki, tehát egy aljnövényzetnek tekinthető, de mondhatnék egy még érdekesebb példát, mondjuk a kokacserjét, ugye ez azért nagyon népszerű, főleg a fiatalok körében itt, hogy tényleg itt van kokacserje, és ott biztos kokain termel. Hát nem, megnyugtathatok mindenkit, hogy nem, ezek azért alacsony hatóanyagtartalmú példányok, de ez is egy aljnövényzet, tehát gyakorlatilag nem a fáván növő, hanem inkább a bokorrá növő kategória, illetve van egy csomó olyan növény, amelyik nem kifejezetten trópusi haszonnövény, itt kertészek egymás között úgy szokták tartani, ezek a töltelék növények. Tehát azok azért kellenek, hogy hát azért mégse lehet kopasz az alja az egésznek, ha egy trópusi esőerdőt akarunk utánozni, és akkor ilyen töltelék, úgynevezett töltelék növényekkel töltjük meg. Van olyan növény itt egyébként a pálmaházban, aminek, ha úgy tetszik, csodájára járnak? Hát hogyne, persze. Hát először is az említett haszonnövények. Ugye régebben még, amikor nehezebben lehetett hozzájutni egy-két egzotikusabb trópusi gyümölcshöz, akkor itt meg lehetett nézni. Hát ugye papaját nem nagyon lehetett kapni régen, de még mangót se nagyon, maximum banánt meg ananászt. Ezért ezeket a növ, vagy kakaó. Mikor terem a kakaó? Hát ugye az egy nagyon nagy szám, hogy hát gyerekek, ebből lesz a kakaó, az, amit reggel megisztok. Na de nem úgy, ahogy itt látjátok, mert az ettől nagyon messze van, de mégis lássátok, hogy hogy terem a kakaó. És ugye a kakaó az azért érdekes és kiemelendő növény, mert a kakaót mindenki ismeri, de a növényt azt nem. És azt tudni kell, hogy a kakaó a szárán, a törzsén hozza a virágjait, és ott hozza a termését is, ami nem is kicsi, tehát ilyen arasznyi nagyságú termés, amiben benne vannak ezek a babszerű magok, kakaóbabok, és hát gyakorlatilag aki ezt nem látott még, az, vagy csak fényképen, az nem tudja elképzelni. Itt viszont élőben lehet látni. És gondolom meg is mutatják a gyerekeknek. Így van, így van. Hát és ugyanez vonatkozik az összes többi olyan növényre, amit nehéz elképzelni, hogy az az ananász az hogyan terem. Tehát milyen növényen van ananász. És akkor kiderül, hogy ez az ananász, ez gyakorlatilag egy bromélia. Egy olyan bromélia, ami ilyen aljnövényzetnek, tehát ilyen alacsony növényzetnek ültetett itt a pálmaházba, minden évben virágzik, hoz termést, és gyakorlatilag lehet látni, hogy az gyakorlatilag nem más az a termés, mint a meghúsosodott virágzata, és hát ezt szüretelik aztán le, és ebből lesz a termés ananász, és hát azt nem szabad elfelejteni egyébként, hogy ananász azért is érdekes, mert az 1920-as, 30-as években Magyarországon rentábilis ananász termesztés is folyt.
ugyanis nem lehetett külföldről behozni, akkoriban a szállítási módok még nem tették lehetővé, hogy frissen ide érkezzen az ananász. Ugye nem volt még ez az utóérlelés, ez az etilénes utóérlelés, és nagyon-nagyon nehéz volt, és horrorisztikus összegekbe került, hogy megvenni egy ananászt. És ezért itt Magyarországon voltak olyan kertészetek, ahol Magyarország lehetett termeszteni ananászt, és ezt az ananászt aztán nagyon jó haszonnal el lehetett adni a gazdag embereknek. No, tessék. Viszont azt is megfigyeltem, hogy hőmérő a szinte mindenütt van, és ez a hőmérő nagyjából egyenletesen 26-27 fokot mutat. Ez a klasszikus hőmérséklet éjjel-nappal? Igen, itt a nyári és téli üzemmód is van. Azt tudni kell, hogy nem csak a hőmérséklet, hanem a fény és a páratartalom is erősen közrejátszik abban, hogy hogyan fejlődnek ezek a növények. És azt tudni kell, hogy ezek a trópusi növények, amik itt a pálmaházi kupolában és a haszon növényházi részben van, ugye ez három részből áll ez a pálmaház, van a kupola rész, itt elsősorban magas pálmák élnek, van egy haszon növényház, ahol az említett haszon növények, a banán, ananász, kávé, kakaó, egyebek élnek, és van egy harmadik házrész, amit egy ajtó választ el a többitől, azt mi úgy hívjuk, hogy szubtrópusi növényház. Na most a kettő között az a különbség, hogy az télen csak 16 Celsius fokos, itt viszont 25-26 fok is van. Téli üzemmódban azért van ilyen magas hőmérséklet, mert tudunk mesterséges megvilágítást alkalmazni. Télen kevés a fény. Ugye a 12 óránál rövidebb nappal van például, ugye, nálunk, míg a trópusokon ilyen soha nincs. Ott mindig 12 óra a megvilágítás, ezért nekünk célunk az, hogy télen kiegészítsük ezt a 12 órára, vagy annál egy picit hosszabb időig tartó világosat adjunk a növényeknek, mert hogyha ennél kevesebbet kapnak a növények, akkor nem érzik jól magot, sőt, sok növény ilyen esetben el is pusztul. De ez együtt jár azzal, ha több a fény, akkor magasabb hőmérsékletet is kell adni számukra. És akkor ez így van kikalibrálva. Nyáron ilyen probléma nincsen. Nyáron ugye az a fénymennyiség, ami megérkezik, azt az akkori hőmérséklet fűtés nélkül is képes kompenzálni. A másik a pára, hogyha nagyon alacsony a hőmérséklet és magas a páratartalom, akkor nagyon sok trópusi növény esetében elindul egy fertőzés, egy gombás fertőzés, ez pedig kerülendő. Tehát azért kell megemelni 16 fok fölé minden esetben a hőmérsékletet, mert egyébként egy nagyon intenzív gombásodás indulna meg a növények körében, még akkor is, ha a növény egyébként elviselni ezt az alacsony hőmérsékletet. Hát csodálatos a pálmaház, rendkívül gazdag itt a növényvilág. Én tényleg csak ajánlani tudom azoknak, akik esetleg még a fűvészkertet nem keresték fel, de nyilván gyakorlatilag ömlenek az emberek, ugye? Igen, igen, szerencsés, hogy évről évre ilyen 20-30%-a nő a látogatószám. Tényleg most már az évi 60-70 ezer embert meglátogatja itt a kertet. Ez néha okoz tumultust is, tehát ugye nem annyira nagy ez a kert, hogy ennyi embert el tudjon helyezni, de mi nagyon örülünk neki, mert gyakorlatilag a kert többek közt amellett, hogy oktató-kutató intézmény és az oktatás szolgálja, ezért is alapították, és mai napig is ezért működik, azért nagyon nyitott, és a programjaival várja a vendégeit, és a vendégek a lábukkal szavaznak, ahogy szokták mondani. Tehát ha jönnek, tetszik, és látogatják a kertet, akkor gyakorlatilag intézmény működik, ha nem, akkor az intézmény nem működik. Hát örömmel látom, hogy egyrészt működik, másrészt pedig olyan csodákba lehet botlani, mint a pálmaház, amit én most egy rossz viccel melegen ajánlanék, de mindenképpen nagyon-nagyon szépen köszönöm dr. Orlóczi Lászlónak, a fűvészkert igazgatójának, hogy egy picit megmutatta nekünk ezt a csodálatos épületet, illetve benne található pálmákat. Remélem találkozunk még, és azt is remélem, hogy a pálmaház mellett sok minden mást is bemutat még nekünk a fűvészkertből. Én pedig önöknek is köszönöm szépen a figyelmüket, ne hagyják ki a fűvészkertet, ezt még hozzáteszem. Én pedig azt javaslom, hogy holnap este is keressenek bennünket, akkor is jön az Egyenlítő, ugyanitt az Ozon TV-n, a viszontlátásra.